Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Igen, jól látjátok a címet, a büntetésért játszották, és rossz fiú, a kislány, vagy rassz, mindegy. A lényeg az, hogyha nem vagy Warframe játékos most, ne ijedj meg, a téma egy koncepciót hivatott feldolgozni, csak a jelen pillanatban a Warframe egy jó példával tud szolgálni a témához, úgyhogy ha éppen nem is játszó Warframe-en, ne ijedj meg, nem Warframe-ről lesz feltétlenül itt szó. Viszont, hogy a példát tudjam ábrázolni, Uh, a mi nap néztem magamot. A aki nem ismeri, magamú volt az első Warframe videós odakint. Uh, szétjátszottja az agyát a játékkal, és mindezt le is videózta éveken keresztül, addig a pontig, amíg úgy érezte, hogy ez a játék elért egy olyan ponthoz, ahol ő neki keresni valója már nincs ebben a játékban. És ezzel én is így érzek. Uh, mostanában főleg azért, mert a játék egy olyan irányban fejlődött uh, évek után, ami nem feltétlenül tetszik nekem annyira, mint veterán játékos. Na, és magamú hosszú idő után csinált egy videót, és uh, arról, hogy mi a szar a Warframe-mel. Nagyon sokan csináltak már ilyen videót. Uh, nem is az a lényeg, az a lényeg, hogy mesélni szeretnék egy történetet, amit elmondott a videójában. És azt mondta, hogy egyszer nézett egy. Twitch streamer, aki Warframe egy streamer, és ez a Twitch streamer ez össze-vissza ugrált a streamben, így harcolt, úgy harcolt, ilyen jó bilje volt, olyan jó bilje, ilyen jó fegyverek, így. Szóval profi volt a csávó warframe az a lényeg. És magam néztes, egy adott ponton beírta neki, hogy hé, kérlek, álljál meg egy helyben. És akkor a streamer fogta, megállt, megállt egy helyben, és a mobok nem tudták lelőni. Ez a Warframe ma és ugye kérdezem azokat, akik nem, esetleg nem Warframe játékosok, szeretnéle le játszani egy olyan játékkal, amiben nincsen kihívás, szeretné játszani egy olyan játékban, aminek, ahol a halálnak, vagy a félnek általában, tehát abban, hogy elbukkod a küldetés, nincsen semmilyen következménye. Ezen a ponton áttérek minden játékra. Tehát szeretnél eljátszani, nem kifejezetten warframe van szó, az, azt egy másik videóban kitárgyaljuk, ne izguljatok. Szeretnél -e egy olyan játékkal játszani, ahol a kihív nincs kihívás, és hogyha netán van kihívás, akkor a, annak, hogy nem sikerül a kihívás, semmiféle következménye nincs. És most hadd fejtsem ki egy kicsit jobban a koncepciót. Tehát megjegyeztük ezt a történetet, amit itt mondtam. Válaszoljatok a kérdésre, hogyha szeretnétek a komment szekcióban, viszont én kifejteném egy kicsit tudományosabb alapra a dolgokat. Szóval amúgy érdekesség, érdekesség, csak hogy mondom, tudtátok, hogy a Minesweeper és a Solitaire ugye a Windowsnak az alapjáték, egy fiatalabb nézőik, mű, idősebb nézőik tudják, hogy mi az, hogy Minesweeper és a Solitaire, az azért fejlesztette ki a Microsoft, hogy az embereket megtanítsa használni az egeret. Ugye a Solitaire-ben mit csinálsz? Húzol, drag and drop tehát húzod, az húzol, ledobod, húzol, ledobod, ez erre lett dizájnolva, és mit csinálsz abban a játékban? Folyamatosan csak állod az egeret a kártyákkal. A MySweeper azért lett kifejlesztve, hogy megtanítsa használni az embereken a klikket, a jobb és bal klik közötti különbséget, és a játék, hogy a MySweeper az nagyon csúnyán büntetett, ugyebár hogyha valami rosszat csináltál, és annak következőjében az ember ugye próbált minél jobban csinálni, úgyhogy létrejöttek a MySweeper prób. De ezt csak egy érdekességként mondtam, mert hogy érteni fogjátok, hogy hol csatlakozik bele a következő mondandómba. Szóval, holland tudósok, <laughs> úgy hangzik ez, mint a, tudjátok, ó, angol tudósok, a nem létező tudósok, akik a témában, szóval Hollandiában végeztek egy kísérletet, tudósok, akik ezzel a témával kapcsolatban foglalkoztak, hogy jutalom vagy negatív, melyik hat és hogyan az emberi elmére, illetve a teljesítményre. Ezzel foglalkoztak, csináltak egy kísérletet, mégpedig fogtak 8-12 éves gyereket, ez egy ilyen 10-12 éve történt, fogtak ilyen 8-12 éves, gyerekeket, -12 éves gyerekeket, és nem, semmi rosszat nem csináltak velük, csak lemérték a teljesítményüket. 8-12 éves gyerekeknek egy puzzle-t kellett kirakjanak, és ugye két csoport rosszották őket, és az egyik, egyik puzzle fogták és pozitív, hogyha jól csináltak valamit a puzzle, hanem pozitív visszajelzéssel, pozitív visszajelzést adtak nekik, hogyha rosszat csináltak a puzzleben, akkor nem adtak nekik semmiféle visszajelzést. A másik csoportnak, hogyha jól csináltak, kaptak, nem kaptak semmit, hogyha valami rosszul csináltak, akkor kaptak egy negatív visszajelzést egy X formájában a képernyőn. Na most, ez azt az eredményt érte el a gyerekeknél, hogy azok, akik pozitív visszajelzést kaptak, de semmilyen, hogyha, hogyha valami rosszat csináltak a puzzleben, azoknak a teljesítménye folyamatosan javult. Uh, és azok a gyerekek, akik negatív visszajelzést kaptak, ha valami rosszat csináltak a puzzle-ben, azoknak a teljesítménye rosszabb lett, sőt, már nagyon rossz lett uh, a végére. Úgyhogy gyerekként a pozitív visszajelzés az az, az teljes mértékben igaz. Szóval régen, nem tudom ré, mi a rég nektek, de amikor én jártam iskolába, akkor a negatív visszajelzés a gyerekek felé az igen gyakori volt, és nem mondhatnám, hogy egy kellemes, érzés volt úgy tanulni. Szóval ezért is úgy gondolom, hogy egy bizonyos korig a, például az iskola számjegyi rendszere az egyszerűen teljes mértékben rombolhatja egy gyereknek az önbizalmát és a tanulási képességeit. De akkor meg is volnánk, ugye, bár mondhatni az, hogy hát csak olyan játékokkal akarunk játszani, amelyikben semmiféle negatív visszajelzés van, csak pozitív visszajelzés van, és csak a sikere élményre fókuszál, és a Warframe, hát minden van az Isten, például ugye a Warframe, az tökéletesen egy ilyen játék, de ott csak pozitív visszajelzéseid vannak. <laughs> szóval gyakorlatilag a játék az első perctől fogva nem nehéz. Na, és hát sok 12 éves gyerek is játszik vele. Nope. Talán, talán ez ennyire nem ez, de tovább is mehetünk a videóval. Ugye? Na de, ezek a bizonyos holland tudósok most elővették a felnőtteket is. A felnőttek alatt úgy azt értem, hogy 20-25 év körül. És érdekes mód, hogy mennyire megváltozik az elménk, a, amire felnövünk. Mert hogy, ugye megismételték ugye ezt a kísérletet, ugyanebben a formában, hogy aki valami jót csinált az egyik csoportnak, annak pozitív megerősítés, akinek rosszul csinált, semmilyen, viszont negatív visszerősítést ugye kaptak. És, és az lett a végeredmény, hogy azok a felnőttek, akik pozitív visszajelzést kaptak, nekik romlott a teljesítményük, és azoknak, akik negatív teljesítményt jelezték vissza, és pozitívat nem, azoknak a teljesítménye egyszerűen javult. Sokkal jobban javult. Na most miért lehet ez? Mit történik velünk, amikor, amire felnövünk, hogy, hogy a büntetéstől sokkal jobban élvezzük, vagy sokkal jobban tanulunk. És a tanulás folyamata, számunkra, számomra mindenképp a tanulás folyamata, az út, a célhoz vezető út nyújtja az egyik legnagyobb kielégülést. Viszont a cél, <laughs> ezt most igen megfogalmaztam, a célhoz vezető út az, ami szép. Mikor már a célt eléri az ember, biztosan ti is vagytok így, valahogy egy aféle kisebb űrt érzünk a szívünkbe, és talán tovább szeretnénk mozdulni a következő olyan dolog felé, ami Tanul, amit tanulhatunk. Biztos, hogy sokan hallottátok már fiatalon, hogy a sikerhez vezető út leginkább a sok veszteségen van, a sok bukáson, a sok tanulás a bukás miatt. Szóval mégis mi változik az agyunkban, amire, amire felnövünk? És úgy néz ki, hogy az agyunk nehezebben dolgozza fel a, a bukás, nehezebben dolgozza fel, azt, hogy valamit elveszítettünk, hogy nem sikerült az a cél. És miért dolgozza föl, fel, fel nehezebben? Azért, mert elkezdjük magunkat, elkezdünk magunkat kérdezni, mi történt, hol történt, hogy történt. Tehát kisebb célokat adunk magunknak, hogy a következőre jobban figyeljünk, jobban teljesítsünk, jobban tudjuk, hogy, hogy mit történt, mert kielemezzük magát, a bukást, nehezebben dolgozza fel az agyunk, és ezért is próbáljuk feldolgozni, még a pozitív eredményt, a sikert, azt elkönyveljük, ja, ja, ez könnyű volt, normálisnak, és ezért nem is gondoljuk tovább, mint ami. De viszont, ha valami nem sikerül, akkor az agyunk az rögtön elkezdi elemezni, azért, hogy fel tudja dolgozni, hogy hol rontottunk el, és a következőkor, amikor neki fogunk uh, ennek az egész kísérletnek, akkor, vagy annak, hogy elérjük a célunkat, akkor az adott pontokon, ahol hibáztunk, igyekszünk már jól csinálni, és hogyha jól csináljuk ugye azokon az adott pontokon, akkor endorfin termelődik, természetesen siker élmény keletkezik, és az út a cél felé az, ami, uh, egyszerűen nagyszerűvé teszi azt a, azt a dolgot, amit csinálunk. És így van ez a játékokban is. A warframe kiveszett az út. Nincsen büntetés, nincs jutalom. Például. És biztos hogy benne, hogy rengeteg ilyen játék van. Miért olyan népszerűek a súterek? Ugyebár, mert hogy jobban akarsz teljesíteni. A legjobb, a, le, a, a, a következő alkalomkor már odafigyelsz annál a saroknál, odafigyelsz arra a kemperházra. E, egyszerűen jobban kezdesz, próbálsz meg teljesíteni, próbálod kiszámolni, hol lett az ellenfél, és órák-órák gyakorlásával kitapasztalod a dolgokat, megtanulod, hogy minél kevesebb büntetés érjen a játék közben, viszont ez a tanulás folyamat az, amit az ami, ami az élvezethez vezet, vagyis az élvezetet hozza, hogy így mondjam, a büntetés, ami motivál, mondhatni így is. Mondok egy ellenpéldát, a sütereket ugye mondtam, ott azért van masszívan büntetés, hogyha rosszul teljesítesz, és ezért sokan abba is hagyják, mert sokan nem bírják azt a kritikát, amit egy shooter játék ad vissza nekik, <laughs> hogy rosszul teljesítesz. Pedig, és erre is a teljesítméről is fogunk beszélni. Egy kicsit, oké? Okay? Hogyha még velem vagytok itt. Uh, szóval felhoznék egy példát például egy ilyen játékra, ahol az út, az odavezető út rengeteg élvezettel jár, és sosint sos, gyakorlatilag hogy ez nem akar véget érni. Tehát egy folyamatos uh, ilyen, hogy mondjam, Uh, kísérletezés és bukás, kísérletezés és bukás az út. És most sajnos, <laughs> sajnos elkezdtem mostanában játszani a Black Desert online-nal. Nem egy tökéletes játék, és nem arról szeretnék beszélni, hogy ez egy pay-to-win játéke, vagy sem. Azt majd esetleg egy másik videóban kitárgyalhatjuk, és hogy milyen hátrányai vannak a játéknak. De egy valami nagyon van ebben a játékban, ami zseniálisan kitaláltak a készíték, és az pedig a büntetés, ami benne van. Ha meghalsz, elveszítesz értékes hát úgynevezett kristályokat, mondjuk így. Ezek nem olcsóak. A játék nem egy olcsó modellel dolgozik, hogy úgy mondjam, a, a, a Ezek nem olcsók, Eleve ott veszítesz. XP-t veszítesz, ehm, hogyha meghalsz, akkor ott van nekik a, az upgrade rendszerjük, amit használnak, amivel rengeteg büntetés van, RNG is, de rengeteg büntetés is van benne, és emiatt az ember csak próbálkozik, 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 folyamatosan jobb szeretne lenni, és, folyamatos, és ezen kívül, ugye bár még erősödnöd is kell, hogy a játék erősebb régióiba elérjél. Szóval annyi fajta hogy ma úgyis mondjam, büntetés, éké kihívás, ahogy mi hívnánk, van a játékban, ami motivál arra, hogy jobban csinálj, hogy a célodhoz vezető út az rengeteg ö, pozitív visszajelzéssel van, hogyha valamit jól csináltál a büntetés után, ha valamit fejlesztettél, ha valamitől jobb lettél, és a következő alkalommal könnyedén haladsz végig eh, azon a pályán. Mert hogy büntetés volt, ezért elemeztél, tanultam, legalábbis részemről elemeztem, tanultam, eh, tovább léptem, jobb lettem című történet. Szóval a játék nagyban motivált, hogy több tíz órákat töltsek el arra, hogy tanuljam a játékot, eh, semmit, hogy csak így ész nélkül belevágjak. Na de, em, ennyit erről. De ígértem, ugye, hogy beszélünk egy kicsit a teljesítményről. Szóval, tegyük fel, szeretsz sultereket játszani, és hát azt mondod, hogy gyenge a teljesítményed. És én már ugye, hát most a tíz éve, hogy videózom, és a videózási karémet súterekkel kezdtem, és arról beszéltem, hogy akkoriban Magyarországon még senki, hogy a Teljesítményről beszéltem, és annak összefüggéséről az elménkkel, uh, abban, hogy milyen napunk van, tehát pszichológialag hogy állunk ott bent az elmékben, mennyire vagyunk nyugodtak. Mert egy olyan játék esetében, mint a shooter, az egy kicsit olyan, mint hogyha egy olimpiára mennél. Tehát, hogyha sportoltál fiatal korodban, vagy sportos jelen pillanatban, és nagyon jól tudod, hogy mekkora stressz helyzet van e, rajtad, hogyha meg kell nyerned egy versenyt, és mennyi minden befolyásolja a teljesítményedet a versenyre. És az egyik befolyásoló ok azzal az adott versenyre az az, hogy milyen jelenlegi elme állapotban vagy, aludtál jelleget, veszekedtél a barátoddal, a barátnőddel, öm, rendben van-e a családod, iskola, mit tudom én, megkaptad a jó jegyeket, szóval minden ilyesmi befolyásolja a teljesítményedet, de ezen kívül öm, a teljesítményednek van egy átlagos pontszáma, hogy így mondjam, tehát van egy átlaga, átlag teljesítmény, ugye így is hívják. Az átlag teljesítmény, az össze ö, adódik, ugye a a, vagyis az átlaga kijön a pozitív a teljesítményedből és a negatív teljesítményedből, és ezért lesz egy átlag teljesítmény. Viszont az átlag teljesítmény javítható. Oké? Okay. Szóval viszont a javítása az átlag teljesítmények, az hát egy például egy shooter esetében az megeshet, hogy több ezer órába telik. Ezért gondold meg jól, van-e időd játszani? <laughs> Mert hogy igazán teljesítsd, teljesítsd, amit szeretnél, ahhoz ahhoz kell, bele kell fektes órákat. De ez nem csak játékoknál van így, ez mindennel van így. Ha javítani akarod a teljesítményet, és ez alatt az átlag teljesítményedet e, értjük, akkor időt kell fektes ez a dolgokba. Ilyenek vagyunk mi emberek, nem tudunk meg mindent, instant. Egy, egyik nap iszonyatosan jó teljesítünk, és a másik nap és rosszul teljesítünk. És érdekes módon, hát nem tudom, hogy országon a tanáraink mennyire foglalkoznak ezzel a, ezzel a témával kapcsolatban, mert hogy ugye, hát mostanában, mostanában talán változik ott is a mentalitás, de sokszor mi szülők, mi szülők, nincs itt gyerekem, de a szülők úgy vannak vele, hogyha leordítom a gyerek fejét, sokkal jobban megérti, mint hogyha nem ordítanám le a fejét. És azért, hogyha valamit jól csinált, vagy nem csinált jött. Pedig nem így van. Tehát min, a legtöbb embernek, a, vagyis hát a legtöbb, hogy is mondjam, ilyen oktatónak a fejében az van, hogy sokkal jobb teljesít, mint érnek el a diákjai, és most nem, diák alatt nem csak gyerekeket értek, hogyha leordítják a fejüket, annak az adott tanulónak, mint sem, hogy díjazzák a teljesítményt. Pedig erre nem így van, mert átlag teljesítmény miatt van úgy, hogy az egyik nap nagyon jól teljesítünk, ezért most megdicsérnek minket, és a másik nap nagyon rosszul teljesítünk, az átlag teljesítmény miatt, mert ez, ez érted, mert hogy éppen nem aludtál eleget, és, 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 akkor meg lebasznak minket, és másnapra megint jól teljesítünk, és akkor, de közben, mivel hogy gyakoroltunk, nő az átlag teljesítményünknek a mércéje, Ugye bár, és ezért az oktatók azt hiszik, hogy ha leordítják a fejünket, sokkal jobb eredményt érnek el, mint hogyha nem ordítanánk le a fejünket. Pedig csak több óra telt el abban, amit gyakorlunk, az átlag teljesítményünk egy kicsit jobbra megnőtt gyakorlatilag, és ezáltal olyan benyhatás kelt, keltve ránk az oktatóra, mint az az adott ember azért lenne jobb, mert hogy nem nem pozitív visszajelzést kapott, hanem negatív visszajelzést kapott folyamatosan. Szóval ezt mind azoknak, akik oktakó, oktatók odakint, nagyon javaslom, hogy gondoljátok át újra. És egy kicsit merüljenek, át, el az átlag teljesítmény tudományába, és hogyan működik. Szóval, Íme gyerekek, ez, a, ez lett volna a tézisem, ami egy tudományos világból indul, Tulajdonképpen, és, és lét, tehát lét, emberek foglalkoznak ezzel. Egy tudományos világból indul, de átvezettem egy kicsit a játékokban. És remélem érdekesnek találtátok a témát. Hashtag bugyi, ha eljutottál a végére, hagyjatok egy kommentet nyugodtan, mit gondolsz a játékokról. Neked van olyan tapasztalatod, hogy amikor a játék büntetett, akkor sokkal jobban élvezted a tanulási folyamatot? Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig. Sí esto